Pillanatok, gyanták, szél, forró sóhaj. Tóth Árpád Ókék és zöld című versét Tóth Kata tolmácsolta az Arcunk titkolt életvarázslatok fényben című kiállítás megnyitóján a Művelődési Házban. A József Dezső alkotókör tagjainak képeiből nyílt tárlaton az alkotók a hétköznapok valóságát jelenítették meg csendéletek, tájképek formájában. A kiállítás megnyitó Horváth Gazsó Adrien művésztanár hangsúlyozta, a művészet nem más, mint a valóság visszatükröződése az alkotó látásmódjában, egy önkifejező eszköz, amely katartikus élményt nyújt mind a művésznek, mind a befogadónak. A kiállításon szereplő alkotók látásmódjukat lehozták a földre, és eszközeikkel a hétköznapi valóságot jelentették meg. Erre utal az Arcunk kiállítási főcím is, ez a mi művészetünk, ezek vagyunk mi, az arcunk, mellyel fogadunk benneteket. Ilyen értelemben az amatőr művészet műkifejezés már egy magasabb szintű esztétikai élményre emeli a nézőt. A titkolt életvarázslatok fényben szín üzenete továbbá a festészet varázslatára utal, melyet átélnek az alkotók munka közben, amit ma fényben közönség előtt bemutatnak, jelezve, hogy nyilvános teret kapnak, Az Egyesület 10 éve működik, ma már 2 csoportban, korábban Ócsai László, jelenleg pedig Andruska Anna vezetésével. A tárlaton számos technikával készült alkotást vonultatott fel az Egyesület. Vegyes technikával dolgozunk, krétarajzok vannak, olaj, akril, akvarell, tehát mindegyiket próbálgatjuk, főleg most, amióta Ancsa átvette, több mindennel foglalkozunk. Nincs úgy ránk bízva, hogy csináljatok valamit, hanem ő egy tematikát felállított, és azt szerint haladunk. A 12 kiállító közel 60 képe március 8-áig tekinthető meg a Művelődési Ház aulájában.